Célkeresztben a Földadó reagált a vásárhelyi polgármester az agrárminiszter videójára. Gyorsan változó évszakok. Már a tavaszt köszöntötték a tájházban. Petőfi örök. A Városháza dísztermében rendezték meg a szavalóverseny döntőjét. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a híradót látják, Kozó Attila vagyok. A hétvégén Márki-Zay Péter is reagált Nagy István pénteki videójára, amelyben az agrárminiszter egyrészt bejelentette, hogy 120 ezer aláírás gyűlt össze a hódmezővásárhelyi földadó ellen, másrészt közölte, hogy jogszabályban is fellépnek a termőföld megadóztatása ellen. Az Agrártárca vezetője igyekezett baloldali sarcnak beállítani a földadót, a vásárhelyi polgármester válaszában viszont állítja, az ezzel a lehetőséggel élő 136 önkormányzat többsége fideszes. Így azt kérdezi, ha hódmezővásárhelyen megakadályozzák ennek kivetését és ezzel szociális célra fordítását, akkor a másik 136 települést is megakadályozzák? Hétvégi videójában több más téma mellett a földadó ügyével is foglalkozott Márki-Zay Péter, reagálva arra, hogy az Agrárkamara elnöke után már az agrárminiszter is jogszabályváltozást ígér. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ha ők törvényleg megakadályozzák hódmezővásárhelyt, hogy támogathassa ebből a bevételből a szegényeket, akkor a másik 136 fideszes települést is megakadályozzák? Akkor majd a Nemzeti Agrárkamara fideszes vezetőjének a településén is be fogják majd tiltani? A polgármester arra is utal, összevetve a földadóval, milyen helyi adókat kellett fizetni a 2010-es években a vásárhelyieknek. A 2012-ben bevezetett építményadó mértékét például 2017 elején 30%-kal növelték volna, de később visszakoztak, 15%-ra mérsékelték a lakosság tiltakozása miatt. Azt kérték, hogy a emelés mértéke ne legyen ilyen magas, ne legyen ennyire drasztikus. Azt el kell mondani, hogy az elmúlt 6 esztendőben Hódmezővásárhelyen magánszemélyek építményadója nem változott, nem emelkedett. A mai közgyűlésen polgármester úr erre tett javaslatot, konkrétan azt javasolta, hogy az átlagos 30% helyett 15%-os legyen csupán az emelés. Később Márki-Zay Péter polgármestersége alatt a lakosság építményadóját két lépésben teljesen eltörölték. A cégek adójának mértékét pedig csökkentették. Mi 5 évvel ezelőtt megszüntettük a települést, országosan legmagasabb építményadóját, abból 5-600 millió forintnyi bevételről mondott le a város, most 80 millióról beszélünk, tehát Hódmezővásárhelyet ez nem fogja súlyosan érinteni, a vásárhelyi szegényeknek jut kevesebb, vásárhely működését nem érinti. Mint azt korábban többször elmondtuk, a földet bérbeadókra kivetett adóból körülbelül 80 millió forintra számít az önkormányzat, és azt teljes egészében szociális célokra fordítanák. Az első fél évben a rezsiemelés miatt nehéz helyzetbe kerülőket segítenék, a második fél évben pedig a kis nyugdíjasokat támogatnák. A csaknem 60 jelentkezőből csupán a fele jutott tovább a jubileumi Petőfi szavalóverseny döntőjébe, amelyet még péntek délután rendezett meg a Besenyei Ferenc Művelődési Központ. Nemzeti költőnk születésének 200. évfordulóját a résztvevők méltó környezetben a Városháza dísztermében ünnepelhették, ahol egyben újabb esélyt kaptak arra, hogy bizonyítsák tehetségüket, és a zsűri a jók közül is kiválassza a legjobbakat. Pille, pille, pillangó, szállj a kezembe, szivárványnak színeit fejtett egyenembe. Petőfi Sándor Pille, pille, pillangó című versével Juhász kis Dorottya is továbbjutott a nemzeti költőnk nagysága előtt tisztelgő szavalóverseny döntőjébe, amely a Városháza dísztermében kapott idén helyet. Azért szeretek verset mondani, mert olyan érzést kelt bennem, mintha én elképzelhetném a saját világomat. Dorottya az általános iskolások első korcsoportjában mérte össze előadói képességét másokkal, és egyből külön díjban részesült. A felső tagozatosok mezőnyét idén is erősítette Dékány Benedek, aki tavaly harmadik lett, idén pedig megnyerte az 5.-6. osztályosok kategóriáját választott műve hiteles tolmácsolásával. Számolni már nem tudom hány versenyen indultam, és legtöbbször egy harmadik, második vagy első helyzetet el szoktam érni. Szalaj öcsit, de meg ne állj, és fölrohan ló halálában, csokonai vitéz Mihály.
Pletka Levente Petőfi Csokonai című költeményével a képzeletbeli dobogó harmadik fokára léphetett, ami azt mutatja, hogy a középiskolások is szívesen foglalkoznak a lírával. Nagy költőinknek a híres verseit megtanulhatom, illetve átjárhat engem is az a szellem, ami annó őket az adott vers megírásakor átjárhatta. A diákok teljesítményét Monoki Marian iskolaigazgató, Diószegi Szabó Pál költő és Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház színésze úgy értékelte, hogy többek között a hangsúlyozást és az előadott költeménnyel való azonosulást is figyelembe vette. Volt két elődöntőnk, ahol elég színvonalas fellépők voltak, és nagyon színvonalasan mondtak verseket, de mégis választanunk kellett és döntenünk kellett, így aztán 25 ember került be a döntőbe, úgyhogy nagyon izgalmas anyag került a mai napra. A zsűrinek most is nehéz dolga volt, hiszen összesen 6 korcsoportban kellett győzteseket hirdetnie. Végül Bíró Roland, Arany Hanna, Dékány Benedek, Csorba Mág, Bognár Dorina és Kecskeméti Márta lettek a Petőfi Szavalóverseny legjobb versmondói 2023-ban. Óvodásoknak, általános és középiskolásoknak hirdetett rajzpályázatot Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Vásárhelyi Önkormányzat. Több mint 250 gyerek ragadott ecsetet, ceruzát és zsírkrétát a felhívásra. A jelentkezők egy-egy szabadon választott Petőfi verset illusztráltak, munkáikat pedig a Városháza dísztermében ki is állították a pályázat szervezői. A legjobban sikerült rajzok alkotóit pénteken értékes ajándékokkal ismerte el a zsűri. A piros, a eljő, a fehér, a jemén, a sörnet, a hűség. Levente a magyar zászló színeinek jelentését sorolja. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából gyermekrajzokkal telt meg a Hódmezővásárhelyi Városháza díszterme, a legtöbbön pedig megjelent a magyar trikolor. A szervezők óvodástól középiskoláskorig hirdettek rajzpályázatot, amire most minden korábbinál többen jelentkeztek. Az alkotók több mint 250 Petőfi vers illusztrációt adtak be. A pályázat egyik fontos célkitűzése az volt, hogy a fiatalok megismerkedjenek az ország múltjával, és közelebb kerüljenek az irodalomhoz is. A színvonal szerintem minden évben magas egyébként, tehát nagyon ügyesek, én nagyon becsülöm a vásárhelyi pedagógusokat, akik ilyen szépen fel tudják készíteni a gyerekeket, a gyerekeknek meg a lelkesedését, tehát ez fantasztikus. Rengeteget, 250 munkát adtak be a pedagógusok, illetve volt, akinek a szülő adta be. A gyerekek közül volt olyan, aki egy szavaló versenyre megtanult Petőfi verset illusztrált a pályázatra. Petőfi Sándor, ki a szabadban, látni a tavaszt, meglátni a természet színpadát, az operákban kigyönyörködik, majd hallhatod kint, kedves operát. A rajzokat szabadon választható technikával készíthették el az alkotók. Peti például vízfestéket, zsírkrétát és ceruzát is használt kategória nyertes illusztrációjához. A fák után megrajzoltam a tombot, és akkor gondoltam, hogy kéne valaki a tombtetőre, és akkor így jutottam oda, és utána Peti megfestettem az eget. A zsűri 4 kategóriában osztotta ki a legjobbaknak járó elismeréseket és díjakat. Mint elmondták, nem volt könnyű dolguk, sok szép alkotás érkezett a pályázatra. Akik még megtekintenék a rajzokat, azok szerdáig megtehetik a Városháza épületében. Madártani előadásokkal, népdalokkal és kézműveskedéssel köszöntötték a tavaszt szombaton a Vásárhelyi Népművészeti Tájház udvarán. A kicsik körtánccal üdvözölték az új évszakot a már virágzó fák között, de a hazatérő költöző madaraknak odút is készíthettek. Emellett első tavaszi túrájukon a helyi lovasok is útba ejtették a tájházat, így a gyerekek még a nyerekbe is felülhettek. Tánccal és énekkel köszöntötték a tavaszt a Népművészeti Tájház udvarán szombaton Hódmezővásárhelyen. A napokban már az első gólyák is megérkeztek a városba, a figyelmes járókelők a Temesvár utcában találkozhattak először a hazatérő madarakkal. A családosoknak szervezett közösségi programot a hétvégén az időjárás is igazolta. Vedőfényes napsütés és kellemesen meleg idő várta a tájházba látogatókat. Kicsit az az érzésem, hogy kísértjük itt az időjárást a néphagyomány jegyébe, hiszen nemrégen a téltemetésen vagyunk túl első rendezvényünként. Hát amit ott ígértünk, talán indokolt is, hogy most a tavaszt köszöntsük,
hiszen csodálatos, szép időnk van, és ez az alkalom, ez tulajdonképpen a költöző madarainknak a visszatérésére koncentrál. Tavasszal a gólyák mellett több költöző madár is visszatér Magyarországra. Az életmódjuk és vándorlásuk megismeréséhez szükséges eszközökkel a szombati rendezvényen a Magyar Madártani Egyesület munkatársa ismertette meg az érdeklődőket. Madarászat terepi eszközeit fogom bemutatni, tehát lesz itt teleszkóp, lesz távcső, lesz madárodú, lesz madárgyűrűzés. Nyilván nem madárgyűrűzés, tehát konkrétan madarakat ugyan nem fogunk megfogni és meggyűrűzni, de megmutatom az eszközöket, hoztam gyakorlatilag madarak hátára szerelt jeladót, amelyel a nagyon-nagyon messzire Dél-Nyugat-Afrikába vonuló szalakótáknak a vonulását vizsgáltuk. Lesznek színes gyűrűk, gyűrűzőfogók, mérlegek, és elmagyarázom, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. A tájház udvarán madárodót is készíthettek a látogatók Sipos Róbert segítségével. De a vásárhelyi lovasok is ellátogattak a rendezvényre, a kisebbek még a nyerekbe is felülhettek. A jó időben sokan töltötték a szabadban a szombat délelőttöt. Már máskor is voltunk itt műsorokon, és nagyon szerették a gyerekek, tetszett nekik, és most is eljöttünk, hogy hát ha ugyanúgy tetszeni fog nekik a program. A rendezvényen madártani előadásokat hallhattak a vendégek, és még tudásukról is számot adhattak egy családi kvíz keretében. A múlt heti MTK ellen hazai vereséget követően a listavezető HFC a 11. helyen álló Ferencvárosi Tornaklub második számú csapatához látogatott az NB3 hétvégi fordulójában. A zöldfehérek már a 6. percben megszerezték a vezetést Pintér Dániel révén, a 30. percben Trimboli is betalált, így 45 percnyi játék után 2-vel ment a Fradi. A második játékrész még egy találatot hozott, ugyancsak Pintér volt eredményes, így magabiztos ferencvárosi siker született az NB3 26. fordulójában. Mivel a közvetlen rivális Iváncsa győzni tudott Újpesten a középcsoport élén, helyet cserélt a HFC-vel. A bajnokságban még 10-szer lépnek pályára a kéksárgák, legközelebb vasárnap a Dunaújváros csapatát fogadják a városi stadionban. 10. a 7. ellen, vagyis HVSC Ibl összecsapást rendeztek a férfi vízilabda OB1 hétvégi fordulójában a gyarmatiban. 4 egymást követő idegenben lejátszott vereséggel végződő bajnokik után a vásárhelyi vízilabda csapat újból hazai medencében kísérelhette meg a pontszerzést, amely idén még nem sikerült Szabó Tamás együttesének. A fővárosi Ibl vízipóló klub legutóbbi 10 mérkőzéséből 9-et megnyert, és csak a listavezető Debrecen tudta őket megállítani. Nem várt hát könnyű feladat Benkőjékre. Másfél hónappal ezelőtt játszott utoljára a gyarmatiban bajnokit a HVSC férfi vízilabda csapata. Igaz, 2023-ban az eddigi 3 találkozón is csak vendéggyőzelmek születtek. Eddig 7-ből 7 kudarc jutott idénre, így Kovács Dávidék most mindenre elszántan akartak bizonyítani. Vendégtalálattal indult a találkozó. Fél percnyi játék után emberelőnyből szerzett vezetést az Ibl. A HVSC azonban 2 perc elteltével előbb Badó Ádám révén kiegyenlített, majd Benkő Martin használt ki egy emberelőnyt, s juttatta vezetéshez csapatát 2 perccel a negyed vége előtt. A végre jutott még 2 vendégkapufa, előbb Herzka hibázta el 5 méteresét, majd Szám találta telibe a keresztlécet. Így maradt a 2-1-es hazai előny. A második 8 percben ugyan Benkő révén még a hazaiak vezettek 3-2-re, a negyedet végül 3-1-re az Ibl nyerte, így félidőre megfordította a találkozót. 4-3-as vendégelőnnyel fordulhattak a csapatok a második félidőre. A harmadik negyedben kevesebb mint másfél perc alatt 3 gólt is szereztek a fővárosiak, így gyorsan 4 gólosra hízott az előnyük. A végén Benkő Martin tudott még szépíteni, de 7-4-es fővárosi előnnyel indulhatott a záró etap. Kiválóan kezdte a HVSC az utolsó 8 percet. Előbb Werner használt ki egy emberelőnyt, majd Víg Csanád volt eredményes, szintén forból. Víg! Így van! Nem kell itt időt kérni, be kell lőni, Víg Csanád! Emberelőnyös találata, 6-7! 3 perc volt még ekkor vissza. A fordulat azonban nem következett be. Előbb Békésének sült el a jobbja, majd egy vendég megúszásból Szám Tamás növelte ismét 3 gólosra a fővárosiak előnyét. A végén még Benkő ugyan szépített, 4 gólt szerezve a találkozón, de így is magabiztosan nyert az Ibl 9-7 arányban. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán ahogy mentünk bele egyre jobban, mint hogyha picit leeresztettünk volna, a fáradtság is érződött, látszódott a csapatom, de igazából én összességében büszke vagyok a csapatra, szerintem jó mérkőzést játszottunk, nem jött ki a lépés ismét, sajnos. Szabó Tamás a hazaiak vezetőedzője az újabb kudarc ellenére nem elégedetlen, hiszen voltak pozitív és biztató jelek csapata játékában.
A vereségelnél szép arcunkat mutattuk, tényleg voltak blokkok, tényleg remek kapus teljesítmény. Apró nüanszokon múlott, hogy nem tudtunk pontot szerezni, ez gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy dolog lett volna. Sziklai Tamás a vendégek szakvezetője örült csapata sikerének, és hogy vissza tudtak vágni az ősszel otthonukban elszenvedett vereségért. Gratulálok a Hódmezővásárhelynek, és szerintem, hogy nagyon jó meccs volt egyébként. Az elején nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettük volna, de a harmadik negyedben az a picit kinyílt az olló, és akkor bementek a helyzetek is. Úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, nagyon odafigyeltünk hátul, nagyon, nagyon élesek voltunk, és ez kellett igazából a sikerhez, mert azért itt Hódmezőn a hazai csapatot mindig nagyon nehéz megverni. A HVSC zsinórban 8. vereségét könyvelhette el. 21 lejátszott bajnoki mérkőzést követően 21 pontot gyűjtött, 7-szer győzött és 14-szer kikapott. A kudarcok ellenére Szabó Tamás együttese továbbra is őrzi 10. helyét a 14 csapatos másodosztályú vízilabda bajnokságban. A pontvadászat szombaton az Ávusz csapat ellen folytatódik, ugyancsak hazai medencében. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb kedden 17 óra 30 perckor jelentkezünk. Legyenek nézőink akkor is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!